Megműtötték Gdansk polgármesterét, akit vasárnap este a nyilvánosság előtt késeltek meg. A város élén álló népszerű politikust egy jótékonysági rendezvényen, a színpadon támadták meg. Az eseményt egy mobiltelefonnal készült felvétel rögzítette. Az amatőr videón látszik, hogy egy férfi felrohan a színpadra, majd leszúrja a polgármestert. A 27 éves büntetett előéletű férfit letartóztatták. Az áldozat kezelő orvosa a kórház előtt nyilatkozott. A beteg életben van, de az állapota nagyon kritikus. Az operáció 5 órán át tartott, 41 egység vérátömlesztést kapott. A sérülései nagyon komolyak, a szív, a rekeszizom és a hasüregben lévő szervek, mondta a kezelő orvos. A támadó közvetlenül a késelés után azt mondta a mikrofonba, hogy őt korábban tévesen börtönözték be. Pavel Adamovic 1998 óta vezeti Gdanskot. Tavaly a szavazatok 65%-át kapta.